Jó estét kívánok, hölgyek, urak! Elnézést a késésért. Itt mindig van ilyen zaklató út közben, meg ilyen problémám. Van bolondunk megint, aki megjelenik, és akkor ott produkálja magát. Szóval ilyen mindig van. De ez már 26 éve így van, úgyhogy ezt hozzá vagyunk szokva. Úgyhogy ha valami izgalmas kérdéssel álltatok elő, akkor arra nagyon szívesen megpróbálok válaszolni. Tessék, csak. Nem tudom, hogy izgalmas-e, de még annyira tetszik, hogy innen üzenjük a laposföldieknek, hogy tehát ilyen kicsit ilyen gyerekes kérdésnek tűnik, hogy tessék mondani, ugye ilyenkor, amikor tél van, akkor a föld hasa árnyékol minket, ezért nem kapunk naperőt. Ugye? Hát igen, mindenféle ökörséget ki lehet találni ezzel kapcsolatban, mondjuk a 4 évszak, akkor a nap keringése, meg a hold keringése, meg az égbolt forgása, szóval itt 1000 probléma merül föl, ezeknek a fejében nem, mert neki állott csillagok vannak az égen, ugye az állott csillag az érthető, hát állott csillag az egyszerű dolog, na de egyetlen csillag sem áll. Mert ilyeneket mondtak régen, hogy állott csillagok, de nincsenek állott csillagok, mert az egész galaxis forog, és a csillagok is őrült nagy tempóba kavarnak. Na most nagyon távoliak kicsi elmozdulásokat produkálnak, de az nem azt jelenti, hogy nem mozognak. Tehát azok a csillagképek, amiket képzeletből kitaláltunk, hogy ez olyan, mint egy hattyú, olyan, mint egy nyilazó ember, szóval ilyeneket kitaláltunk, és minden nép kitalált ilyeneket, mit lát bele. De ezek csak bele vannak látva, mert ezek a csillagok időnként őrületes nagy távolságra vannak, és ez a síkagyú elképzelés, hogy van egy ilyen firhang, egy ilyen lepedő, és akkor a lepedőre vannak fölakasztva a csillagok, hát ez nem igaz, mert ilyen iszonyatos távolságokban vannak. Az egyik közel van, mondjuk közel az 4 fényév, vagy 9 fényév, 10 fényév, 20 fényév, tehát viszonylag közel. A fény is 20 év alatt éri, de hát az annyira nem közel, de viszonylag közel. Hát de vannak 100 000, meg még sokkal nagyobb, meg millió fényévekre is tőlünk csillagok, mondjuk az Andromeda galaxis egy ilyen, ami 2 millió fényévre van, tehát nem a mostani Andromeda galaxis látott, hanem a 2 millió évvel ezelőtt. Tehát lehet, hogy már rég nincs is ott az egész galaxis, de még látjuk, mert hogy a fény hozza az információt, hogy ő van. Egyébként ez a múltba való látás, ez az egész univerzumnak az egyik alapvető tézisrendszere. Én már nagyon régen ígérgettem nektek valamit, majd szünetben meg lehet nézni. Egy ilyen kis szerkezetet hoztam. Most összetákolta a Robi barátom, mert kedvet kapott attól, hogy és ebbe dugom bele a csőszegecset, és ahogy az ólomba dugott csőszegecs nézek ki, akkor nem ugyanazt a látószöget látom, mint ha átteszem itt a mellette lévő fa, és ilyen, hát ez a műpadló, papír műpadlóból kivágott egy kis darab, és abba átteszem, nem az lesz a látószög. Kisebb lesz a látószög tőle. Na de, hát ilyen nincs a fizikában. Ilyen közelről is? Hát ennyiről is már látszik. Tehát nem kell hozzá hipermasszív fekete ütközés, nem kell hozzá neutroncsillag ütközés, semmi nem kell. Ez a kis luk már elegendően megmutatja, hogy ennek a két ólom lemezkének a belsejében lévő lukban más az idősűrűség. Tehát átnézek rajta a lukon, mindenki megnézheti itt szünetben, megmutatom a kamerának is. Itt van benne ez a csőszegecs, ez a kis kivehető, most már kivettem. Ez a kis csőszegecs, ilyet mindenki tud szerezni, nem kell hozzá csőszegecs sem, csak egy pici áthelyezhető valami, egy lukas valami, de pici luk kell rajta, ilyen milliméteres. Ez jó kis műanyag csődarab, jó akármicsoda, tehát nem kell hozzá csőszegecs. És ólom az feltétlenül kell, mert a fajsúlya miatt az ólom sokkal sűrűbb anyag, mint ez a fa, vagy pótfa. És ide is be lehet dugni ugyanúgy a csőszegecset ebbe a fába, kilóg alul, és ha átteszem, más lesz a látószög itt. Tehát nézem ezt a kis táblázatot itt az alján, és akkor a kis táblázat kicsit csúnyán van ráírva, kicsit gány az egész, de működik. Szóval az a lényeg, hogy működik. Egy ilyen egyszerű kis szerkezet, ez nem drága, tehát azt nekem nem mondja senki, hogy ez drága. Tehát ekkora kis 4 cm átmérőjű ólom, ilyen 4-5 mm vastag, vagy 6 mm vastag,
egy kis hosszabb csőszegecsecske, amit beledugsz, pici luk legyen rajta, az nagyon lényeges, a milliméteres már kicsit nagy is, de az még jó. És hát nincs mindenkinek otthon milliméteres fúrója, de ha elhozza hozzám, kifúrom neki. Szóval ez megoldható. Olmot meg lehet szerezni, rossz vízvezeték szerelési olmot, úgyis leszereltek egy csomót, mit tudom én, vagy önteni lehet ilyen kis tárcsát, és akkor jó. Kiöntött izébe például ki lehet önteni ilyen kis régi fajta májkonzerves doboz, vagy ilyen valamiben ki lehet önteni. És akkor vékony réteget öntesz belőle, tehát egy olyan 5-6 mm-nél ne legyen vastagabb. Azt megöntöd, aztán átfúrod egy fúróval, hát akkorával, hogy a szegecs éppen benne maradjon rendesen. És már lehet látni... Tessék? Gipszmintába is lehet, tehát a nevedet is bele akarod írni, például a gipszmintába, meg lehet csinálni, de gipszmintába is lehet, vagy egy ilyen vasdobozkába is lehet, szóval nem probléma, aztán széttéped a vasdobozt utána egy fogóval, és akkor ott marad az ólom. Ki lehet csapkodni belőle, meg lehet azt csinálni. És mi az, hogy más az idősűrűség? Több atom van ugyanabban a köptartalomban, sokkal több atom, mert az ólom ilyen igen magas a fajsúlya, és ezért sokkal több az atom benne. Na most már egy hidrogénatomban is iszonyatos mennyiségű időforrás van, de már ebben egy ilyen ólom darabkában sok 100 milliárd időforrás van. Hát az Avogadro féle számmal ki tudod számolni egy kicsit, 6x10^23-on, és akkor ki tudod számolni ezt a számot, hát jó sok atom van benne, grammatomsúlyi mennyiségben, de meg lehet nézni. És ezzel a kis mérőkével, hogy átrakod egy ilyen falemezkéből, a műanyag lemezkéből átrakod egy ilyen ólomba, már meg fog változni a látószöget. Egyértelműen lehet otthon játszani vele, egyértelműen megváltozik. Na most ez azért változik meg, mert az ólomba furt lukban sokkal sűrűbb az idő, mint a fába lévő lukban. Mert ott kevesebb atom veszi körül, kevesebb atom görbíti a teret. Hát persze nem görbíti ott semmi, hanem minden atom görbe teret kelt. Az összes atom, garantálom, hogy görbe teret kelt. Erre ide a rozdás kötöttük. Tehát nem kell elgörbíteni a teret, amikor a gravitációval foglalkozunk. Nagyon lényeges elem, mert úgy gondolják, hogy azt el kell görbíteni. De a tér meg nem is létezik a fizikában. Csak ilyen koordinátorrendszer, a rossz sebe. A tér egy sokkal, de sokkal bonyolultabb valami. Sokkal összesen lehet hasonlítani. Jó, hát ezt lehet tanítani az egyetemen, diákokat lehet vizsgáztatni belőle, szivatni, mindent lehet vele. Csak éppen nem ilyen a világ. Ebben nem kering egy elektron, nem tudod indokolni, hogy miért kering az elektron. Évmilliárdok óta nem tudod indokolni. Kering, azt tudjuk, hogy kering, de miért? Az atom ma körül kering. Na, segbe rúgták, az kering, vagy miért kering? Ez nem mondja senki. Hát azt mondom, hogy hát jó, egy kicsit ennél még jobban össze kéne kaparni magunkat, hogyha a világot meg akarjuk ismerni. Szóval nem ilyen gyerekes elméletekkel dobálozni, mert hogy a nagyon tudományos, nagyon gravitációs hullámkutatások is, hát, hogy mondjam neked, azt nekem a Kóbi néninek mesélt be, hogy hogy 20 millisekundum alatt össze tud olvadni két ilyen fekete lyuk. Szóval azt én nem hiszem el magamat. Én nagyon hiszékeny vagyok, hozzáteszem, de ennyire azért nem. Az 20 millisekundum az egy pislogásnyi idő. És ez alatt az idő alatt mondjuk egy 50 km vagy 500 km mit tudom, nagyságú, tehát ez már nagyon kicsi, mert fekete lyuk. De ez összecsapódnak egymással, a gyerekek fénysebessége nem tudja megtenni az utat. Szóval és nem is mehet fénysebességgel az összeolvadás. Tehát itt baj van. Nem jó, ez nem jó elmélet. Mértek valamit, igen, vannak alacsony frekvenciás jelenségek a gravitációs hullámokban, de alapvetően a gravitációs hullámok azok nagyon magas frekvenciájúak valamik. Arra kell gondolni, hogy a homokszemnek is van tömege. A homokszemnek van tömege, az biztos nem kilométeres hullámokat kelt, mint amit a gravitációs hullámok kutatói keresnek, ilyen 4 kilométeres detektorokat építenek, de még abba is össze-vissza, oda-vissza futkároztatják 13-szor a föl alá a lézersugarat,
és akkor avval mérik. Hát én mondom, jó van, de hát biztos vagyok benne, hogy a homokszemnek van tömege, és zizeg, azaz, hogy hallható hangmagasságon valami zizegő hangot ad, de semmiképpen sem dörmög. Szóval nem mély hangot ad, az biztos. Na, de egy atomnak is van tömege, ezt senki nem vitatja, viszont egy atomnak is van tömege, akkor még magasabb hangot kell neki kelteni. És tényleg keltenek is. Tehát a neutronnak az önzaja, az egy igen magas frekvencia. Már a hidrogén is egy 21 cm hullám hosszú hullámot kelt, tehát a hidrogénatomnak a jellegzetes hullámos az a 25 cm-es hullámos, és a rádiótávcsövek azt nagyon kutatták sokáig, most már más frekvenciákat is, de akkor nagyon kutatták, és a 21 cm-es hullámoszt azt nyomatták. Igen, mert ott van egy komoly zaj. Tehát ott van egy olyan komoly zaj, amit érdemes kutatni, és ebben van rádiózaj is, természetesen gravitációs zaj is. A gravitáció az mi? Az csak egy tömegvonzás, és akkor két tömeg, és akkor az sugárnézettel osztóba, vagy ez a gravitáció, ez nem a gravitáció. Ez egyáltalán nem az. Már csak azért sem, mert ha például forog az egyik test, akkor megváltozik az egész. Megváltozik, komolyan. A nap is forog, a föld is forog, a hold is forog körülöttünk, bár látszólag mindig ugyanazt az oldalát mutatja, nagyon aranyosan vitatkozott velem valaki, de hát édeseim, hogyha összefogózkodunk, mint ketten is forgunk, akkor is megfordulunk a tengelyünk körül. De nem csak egymáshoz képest állunk, mert nézzük egymást, úgy forgunk, ugye sírisárizunk, ahogy gyerekkorunkban csináltuk, emlékeztek rá, ki az, aki nem csinált ilyet. Akkor nem is volt gyerek. Tehát így forogtunk egymással, összekapaszkodva, és az a lényeg, hogy akkor is forogtunk a tengelyünk körül, mert megfordulsz, legfeljebb közösen fordulunk meg a tengely körül, de hát az nem érdekes. A saját tengelyünk körül is megfordultunk, csak ilyen kacsázva, mert közben megtettünk egy ilyen kört. De akkor is megfordultunk a tengelyünk körül, mert közben a világ forog, onnan ugye lehet tudni, hogy körben, ha ugye el is szédülsz, mert ahogy forogsz, hát a világos piszokból forog olyankor körülötted, és akkor a keringőznél, és akkor azon jó el lehet szédülni. Gyerekkorunkban azért is csináltuk egy kicsit, szédítettük egymást. Ugye? Tehát mi lehet akkor a gravitáció? Minden bizonnyal az összes atom és fénykvantum is részt vett benne. Miért mondom, hogy fénykvantum? Ja, hát a fénykvantumokról még az emberiségnek meglehetősen zavaros ideái vannak, mert mondják, hogy elektromágneses hullám, ezt egy jó darabig el is hittem, aztán hogy elkezdtem gondolkodni. De mi a franc kelti? Mert hogy az elektronok keltik. De miért lett abból elektromágneses hullám? Ugye ez a kérdés. Mágneses is, meg elektromos is. Aztán kiderült, hogy hát ez valami teljesen más. Nem azt jelenti, hogy nincsenek rádióhullámok, meg én nem tudom, rádiamatőr voltam, meg rádiamatőr vizsgáim is vannak. Tehát higgyétek el, hogy hallottam róla. Tehát nem úgy van, hogy hát ilyet még nem is hallott, hülyeséget beszél. Te beszélsz hülyeséget, mert én ez már akkor, ezelőtt 70 évvel, már 80 évvel már ezzel foglalkoztam. Te meg még 80 évvel nem. De 50 évvel ezelőtt már igen. Tehát már nagyon régen foglalkozom ezzel, és nagyon, nagyon érdekelt mindig. De aztán rájöttem, hogy itt valami nem stimmel. Nem stimmel, mert a gravitációt nem magyarázták nekem meg. Mismásolnak, össze-vissza mismásolnak a gravitációnál, hogy elgörbül a tér, és azért, mivel görbe a tér, begurul a gödörbe valami, és akkor ez a gravitáció. Há, nem. Nem gurul be sehová, semmilyen gödörbe, nincs is gödör. Hanem sűrűbb tér, meg ritkább tér van. Itt ennél a kísérletnél meg lehet nézni, hogy igen, megváltozik azzal, hogy ólomba rakom, nagyobb lesz a látószöge. Az a nagyon érdekes, hogy nem kisebb lesz, nagyobb lesz a látószöge. Mert jobban eltéríti az a görbült tér, amit az ólomatomok keltenek. Nem kell ahhoz semmilyen keltő berendezés, hogy ez keltsen ilyen nyomokat, vagy ilyen hullámokat, mert hogy létezik. És ezek léthullámok. És ezek a gravitációs hullámok a léthullámok. Tessék, maradjon. Jól gondolom, hogy a röntgensugárzás is fénykvantumhullám. Igen. És a gamma is. Igen. Az a nagyon nagy energiájú. Igen. Nem nagy energiájú. Ez egy tévedés. Ez egy őrült nagy tévedése az emberiségnek. Ez már most több száz év, vagy száz évnél már régebben megvan ez a tévedés. Mert hogy
valóban van hullámhossza, valóban vannak érdekességek, de mágnesesen nem lehet eltéríteni. Elektrostatikus térrel nem lehet eltéríteni. Az azt jelenti, hogy valami nem stimmel. Az elektronokat el lehet. Az elektronokat, de a röntgensugarakat nem tud statikus térrel eltéríteni. Mert mik azok tulajdonképpen? Ugye ez a nagy kérdés. A fékvantumokból ugye azt mondtad, hogy az a nagyobb energia. Én meg azt mondom, hogy nem, hanem a sokkal kisebb méretű fényvantum, és miután kisebb méretű a fényvantum, jobban ionizál, mért meg kisebb, jobban be tud hatolni az atomok belső világába, sőt, magukba a nukleonokba, tehát a neutronba, meg protonba is be tud menni, és benne is marad. Sokáig benne marad. Gondolj arra, hogy vannak olyan anyagok, hogy 10 000 évig rádióaktív. Tehát nagyon sokáig rádióaktív marad, és nem hagyja abba, és az mindig fényt ad ki. És kész. De ez a rádióaktivitás, ez egy megint másik téma. Tehát a gamma meg a röntgensugárzás az fényvantumokkal történik, de a kisebb fényvantumok nagyobb áthatoló képességűek, és jobban gerjesztik az anyagot, mert nem azért, mert nagyobb energiájuk, hanem mert jobban be tudnak menni az atomok belsejébe és az atommagokba is. Az atommagok, maguk a protonok, meg az elektronok olyanok, meg a neutronok olyanok, mint egy kis labdácska, ami, ez egy nagyon bonyolult szerkezet, szóval ne ilyen egyszerűre vedd aztán a végén, mert nem ez lesz a dogma vége, csak próbálok egy hasonlatot hozni, és ezek a labdácskák ilyen pikkelyes szerkezetű felület, külső felülettel rendelkeznek, amit, hogyha a fénnyel megtöltesz, akkor egyre jobban fölnyitja. Mondjuk a protonnak jobban föl van nyitva a pikkelye, sokkal, mint a neutronoknak. A neutronok ezért tartósabbak, de szabad térben 12,7 perc a felezési ideje, az azt jelenti, hogy hát majdnem egy negyed óra, és már csak a fele annyi, már csak egy fele annyi neutronod van, mint volt, mert hidrogén lett belőle. Tehát elektronokra és protonokra bomlik el, ami együtt marad örökre, mert ez a proton meg ez az elektron, ezek egymással össze vannak fűzve. Méghozzá időszálakkal vannak összefűzve. Mert a proton kelti az elektront, és az elektron kelti a protont. Azon az időszálon keresztül, amiben nincs távolság. Tessék egy kicsit utána nézni tudományosan, bizonyított a dolog, csak sehogy se fér a fejekben. Tehát az egész atomelméletünk gyér. Nem a kicsit gyér, nagyon gyér. Tehát alapvetően a kvarkok, meg a gyenge, 50 éve mondogatják a kvarkokat, azt ott le van ragadva az egész atomfizika. Volt a Műszaki Egyetemen egy előadásom, ott már több is volt, vagy 3-4, nem volt túl sok, de vagy 3-4 előadásom volt már, és csilláron is lottak, sokan voltak. És az volt a lényege, hogy az atomfizika tanszik teljes testületileg ott ült, és próbáltak engem betolni valahova a bányászbéka alá, amikor a téridőt kezdtem elmondani, a téridő keletkezését, működését, fújták ám a nótájukat. Aztán végén rájöttek, hogy igazakat mondok, mert én mindig az ő tévedéseire, szóval hogy mondjam, beledugtam a sebeiben az ujjat, gonosz módon, mindig beledugtam a sebeiben az ujjamat, és mindig tekertem egyet rajta, de tudtam, hogy nem tudja. Tudtam, hogy erre neki nincs magyarázata. Na, oda dugtam mindig bele az ujjamat, és ezzel időt nyertem, és végighallgatták a legtöbben. Egy fizikus kirohant, de az Nyíregyházán a tanárképző főiskolán is kirohant a fizika professzor, mert nem bírta tovább Cérnával, de a többiek végighallgatták, és nagyon tetszett mindenkinek. Tehát az volt az érdekes. A fizika professzor a legmerevebb dogmái látta összetörni, és ez neki nagyon rossz volt. Szóval ez rossz is. De akkor összedől a világképet, teljes mértékben összedől. És én nem akarom bántani, csak rossz a világkép. Nem én vagyok a megoldás, nem engem kell utálozni, egy csodát. Én csak azt mondtam, hogy arra nem jó. Hát én szólok neked, hogy zsákutca, te belemehetsz te oda, én nem mondtam, hogy nem menj bele, menjél, hát majd a végén. Jön a rendőr, tudod, és akkor ott van a probléma, a zsákutcában behagyta Pali az autóval, hát jó sokat ment benne, és egyszer csak megállítja a rendőr. Hát fogja a fejét az ürge, mert ezt tudja a Kreszt, ugye, de behajtott
a Zsák utcába, csak hogy egyirányú utca, nem, ráadásul nem Zsák utca, hanem egyirányú utca. Behajtott az egyirányú utcába, sehol leágazás, sehol semmi kitérés. Egyirányú utcába hosszan tolatni tilos. Egyirányú utcában megfordulni is tilos. Azt mondja a Pali a rendőrnek, hogy biztos úr, mennyit ad az autóért? Nem, mert nem tud kimenni, mert ott van meglőve, legfeljebb trélerrel lehet kivinni onnan. Szóval itt van a fizika is, bementek az egyirányú utcába ellenkezőleg, és hát ugye probléma van. Probléma van, és pont a gravitáció az egyik nagyon fontos alapvető, tehát a gravitáció, az kauzálisabb, is, hogy sokkal eredetibb valami, mint aztán később a fény, meg a tér, meg ezek. Tehát a gravitáció az a legesleg alján már megvan, ahogy a tér elkezdett egyáltalán létrejönni, már akkor megjelenik a gravitáció. Nem elgörbíti a teret, hanem görbült teret kelt. És ez nagy különbség. Az eredmény ugyanúgy néz ki, mert görbe a tér, tehát elgörbült. Hát nem, görbére keletkezett. Nagyon nagy a különbség. Nagyon nagy, logikailag. Különbség. És itt van a lényege, hát hiszen minden pontszerű forrás gömbszerű hullámokat áraszt magából, hogyha létezik. Ennyi. És a pontszerű források már csak ilyenek. Nem sík hullámokat keltenek, nem ilyen sík mátrixokat rajzolgatnak, de ugye a gravitációs hullám magyarázatoknál a sok síkagyú csinált ilyen nagy lepedőt, amit bekockázott, és akkor az ott görbül, meg behorpad, meg hát mondom, jó van, meg ilyen spirálhullámokat rajzoltak rá számítógéppel. Tehát senki nem tudta ábrázolni, mi már ábrázoltuk a gravitációs hullámokat. Nem, hogy 20 millisekundumra érzékeltük, hanem már képét tudtuk alakítani 30 évvel ezelőtt. Publikáltuk, elmondtuk, a kutya nem foglalkozott vele. Angolul, oroszul is megjelent, konferencianyagban megjelent, stb. Tehát nem az, hogy na, senki nem hallotta, megvan, meg lehet nézni. Megvan az eredet is. És mit lehet ezzel kezdeni? Semmit. Mert ugye a dogmatikusok, azok nem tudnak kilépni a dogmáikból. A Kievben, ott voltam kint, és a Kievben ilyen akadémikusoknak is néhánynak tartottam egy kis ilyen purparlét erről a témáról, a mezőelméletről, mert igazából ez egy mezőelmélet. Elmondtam neki, hogy hogy képzelem én el. Én nem vagyok fizikus, hozzáteszem, nem is képzelem magam annak. Sőt, ha az a fizika, amit a fizikusok ma fizikának neveznek, én nem is akarok fizikus lenni, mert én valami igazi dolgot akarok, nem ilyen kamut. Mert ez egy kamu. Tehát valami igazit akarok, valami tuti igazit. Tehát én nem rakétát akarok fejleszteni, csináltam, az MHS-nél rakétaszakkör vezető voltam, csináltam folyadékos rakétát, fölment 6000-re, hát az nem rossz már, ilyen amatőr szinten. Ha ezért pénzvendében próbálgattuk a hajtóművet, olyan hangja volt neki, hogy bekapcsoltuk a hajtóművet. A pénzvendének volt egy művelődési háza ott a Fradi pályánál, ott a mellékutcában, és ott a kertben bekapcsoltuk a hajtóművet. A gyerekek, annak olyan hangja volt, ilyen rezgőszelepes hajtómű volt, őrületes egy hangja volt neki, a trombita sehol nincs, egy trombita hadsereg sehol nincs. Gyerekek, a haverom a József Attila lakótelepen hallotta. Tudom, én nagyon messze van a József Attila lakótelep, meg még közben van egy töltés is, egy árnyékoló töltés, mert a fönn megy a töltésen a vonat, és az le van árnyékolva, tehát ott nem nagyon megy el a hang. És a József Attila lakótelepen hallotta, hogy hallotta azt a bömbölést, az csak nem mi voltunk, de mondom, de őrült bömbölő hangot adott. De ment, szóval ment a dolog. Másodszorra kijött a televízió, hogy fölvegye a föllövést, de akkor fölrobbant olyan 50 méter magasra. Hát Istenem, áldozatok nélkül nincs veszteség. Szóval, de jól, mi jól szórakoztunk, szóval mindegy. Hát nehéz volt folyékonyoxigént szerezni, meg mit tudom, szóval ilyen problémáink voltak. De ment. És az volt a lényeg, hogy meg tudtuk csinálni. És nem kell más, csak megcsinálni. És ezt is meg kell csinálni, össze kell rakni. Miért nem raktátok össze? Mert lusták vagytok, mint a sár. Mindenki a sült galambot várja, azt átugat. Tehát nem akar semmit dolgozni, mert ő nem tud kifúrni egy lukat. Tehát, tudod, az a helyzet, hogy a nagyon jó pörgős agyú fiatalember is azt kérdezi tőlem, hogy mi az a csőszeget. Mondom, talán googlizd meg. Hát, talán üssed be a Google-ba, hogy csőszeget, ezt a szót beütöd, és akkor oda rajzolja neked, hogy milyen a csőszeget. Tehát olyan mérhetetlen sárlusták, hogy ennyit nem képes megcsinálni. Minden hülyeséget az beírkál, de a izét nem írja be.
azt, amit kellene. Nem egyszer kapok ilyen levelet, hogy hol találok, én nem találom sehol, és mit nem talál. Beírtam azt a szót, amit nem talál, és akkor iszonyatosan sok találatot adott. Már mondom, mit nem találsz? És küldtem neki a címet, már ha már letöltöttem, már ott van a cím. Hát szóval mondom, ne legyetek már ilyen lusták, mert nagyon, vérlusta. De komolyan, olyan lusta, hogy valami elképesztő. Nem csinál annyit, hogy beírja a keresőbe. És az a lényeg, hogy a gravitáció, tehát minden által kettődik, ami létezik. Mi létezik? Ez a kérdés, ugye? Mi az, ami létezik? A fénykvantumok, a lelkek, meg az anyagi részecskék. Az Isten kelt a gravitációs hullámokat. Az Isten kelt, de a teremtő nem. Tehát a teremtő közvetlenül nem kelt gravitációs hullámokat. De a teremtő az csak időhullámokat kelt, de nem téridőhullámokat, csak idő. A szintiszta idő, abban nincs még meg a tér. Tehát a kezdetben vala az ige. Ott van a Biblia, János könyve, olvasd el, ott van, olvasd el. És az a nagyon érdekes, hogy leírja a Biblia, tehát a vallásos fizikus vagy, akkor is megtalálhattad volna már. Ha nem vagy vallásos, vagy gyűlölöd meg, olyan kőmaterialista vagy, hogy már gyűlölöd, te ateista vagy, akkor talán kicsit gyorsabban gondolkodjál, ha már. Mert hogy ezek az 50 évig másoljuk egymásról dolgok, ilyen gyurcsányféle copy-paste, és akkor ennyi a történet. Hát nekem ez vékony, szóval én nem. Tehát nem azt mondom, hogy másolgatni kell, hanem te gondolkodj egy kicsit. Most ehhez nem kell ész. Már milyen ész kell ez? És ezt se csinálták meg, de már körülbelül, hát 10-szer biztos elmondtam már különböző előadásokban ezt a dolgot, a gólom alá egy szegecs, nem tudja mi az, hogy szegecs. Tehát annyira nincs a valósághoz köze. Nem kell azért lakatosnak lenni, mert egy szutyok ilyen, izében ott vannak ezek a csőszegecsek, ilyen kivert vackokban, bőrbe, farmerban, ott vannak ezek a csőszegecsek. Nem tudja mi az, hogy csőszegecs. Mondom, beírja a kereső, hogy csőszegecs, akkor megtalálja. De nem írja be. Én tőlem kérdezi meg, hogy mi a csőszegecs. Mondom, miért nem írtad ma a keresőbe? És akkor lerajzolja neked. Most én rajzoljam le neked? Hát, gyere, adok neked egyet ajándékba. Hát most, mit tudom én, 160 forint 50 darab. Ilyen, és akkor de ilyen bénáznak. Nem tudok mit mondani, bénáz, szerencsétlenkednek, bénáznak már. A mai fiatalság között nagyon kevés, aki olyan aktív, hogy tényleg rá lehet bízni valami feladatot. Nem lehet semmit rábízni. Komolyan. Olyan tejbetök, hogy nem merek semmit rábízni. A táborban gyerekeket is tanítjuk, mert az édes anyja, mit tudom én, nem tanította meg semmire. A 16 éves lány így vág kenyeret. Így próbál a nagy asszonyölőkéssel, így próbál kenyeret vágni. Így. És mi van, hogyha kemény a hely, akkor jó megnyomja, aztán jó szíven szúrja magát. Nagyon sok ilyen baleset van. Mert soha senki nem mutatta meg neki, vagy nem figyelt oda. Ez a két lehetőség. És ez a lényeg, hogy eltiltják tőle, mert te ne csináld majd én, és akkor ettől kezdve egy összkomfortos hülyét nevelsz. És nem tud semmit, mert arra büszke, hogy nem tud főzni. Nem mondom, arra lehetsz is büszke, hogy hülye vagy, hát nagyon jó. Mi van, hogyha holnap valami baleset van, vagy cirkusz, vagy háború, vagy minden? Hát figyelj, a budapesti házai asszonyoknak az 5%-a vágta el egy csirkenyakát. Az 5%-a. És a 10%-a lenne rá hajlandó. A 90 meg éhe hol. Hát most erre mit lehet mondani, hogy hát tejbetök. Ez a tejbetök, hogy ilyen, hát, jó van. Lehet, hogy nagyon csinos, lehet, hogy nagyon okos másban, de hát, hogyha ennyire nem tud maga körül rendet teremteni, akkor azért baj van. Szóval, jó. Na, van-e valami kérdésetek? Parancsolj. Olvastam, egyik cikkíró azt írja, vagy azt taglalja, hogy emlegetted a fekete lukat, hogy a fekete lukak végpontja előtt, tehát amikor már láttuk, mutattad képet, hogy csillagot is be tud szívni, tehát hogy amikor már a végörvénynél van, a behúzó fázisákban esetenként már annyira földgyorsul ebbe a sávba az anyag, igen, hogy akár át vagy túl is lépheti a fénysebességet. Nem lépheti túl. Nem. Nem tudja túllépni a fénysebességet, se fénykvantum, se anyagi részecske nem tudja átlépni. Méghozzá azért nem, mert a struktúrája eltűnik.
A fénykvantum az egy viszonylag egyszerű önkeltő struktúra, amiben 7 darab időforrás körbe-körbe másolódik. A 8. helyen van egy üres hely, mert nem ér oda a 8. addigra időben, és ezért mindig egy üres hely van. Ugyanez a téridőben 5 ilyen időforrás csinál 6 helyen egy téridőt, tehát egy bonyolult. Azért a Dávid csillag azért hatágú csillag, vagy a keleti vallásokban ennek a sztereó változata van meg, a nem síkagyú, mert a Dávid csillag az egy síkagyú, mert lapos, ugye? Ameddig a gyémánt, a minden teljesítő tiszta gyémánt az indiai vallásban ott van, tessék utána nézni, mindenfelé ott van. A Dorje Szempa, vagyis a gyémánt Buddha, ez tartja elét. Megvan ez a katolikus, meg egyéb vallásokban is, csak ez úgy háttérben van szorítva. Szóval jelent meg ilyen könyv itt Magyarországon is, ilyen Melkizédeknek a könyve, és annak volt egy nagyon szép grafika az elején, egy angyal volt az elején, nagy szárnyos angyal volt az elején, és egy oktaéder tartott így maga elé, így feléd, így mutatta, hogy ez a megoldás komán. Senki nem értette. Mindenki az ezoterikus hülyeségek után szaladt, de a lényeget nem értette senki, hogy az miért tartja eléd azt a Dorje Szempa is. Ugye ott egy kettős gyémántot tart, mert ott már van egy hipertér is, és akkor az egy hiperteres téridőt tartja elé. Komán, ez a megoldás. Mert amikor megérted a téridő működését, aztán megérted a egy hiperteres téridő működését, aztán a két hiperterest, akkor már van egy olyan gondolati alapod, amire föl lehet építeni a világképet. Ha nincs egy dinamikus tered, téridőd, akkor az egész úgy, ahogy van egy kártyavár, és az. Ezért mondtam, hogy a fizika le van maradva saját magához képest. Pontosabban nekem van olyan, van olyan szaglásom, mivel régi parafenomén vagyok, és régen csinálom a parafelderítést meg egyebeket, tehát láttam én már éjjelőrt nappal meghalni. Az a lényeg, hogy van a világról erről tudása, nem kis tudása, nagyon jó tudása van, sőt, már térugrásos űrhajók, stb. Vannak az emberiség birtokában, de már ő is épített ilyeneket, tehát nem csak kapott kintről a földön kívüliektől, vagy szerzett, hanem már van neki saját fejlesztése is, csak ezt nem hozzák nyilvánosságra. Az iraki háborúban már bevetették próbaképpen, lehetett látni, többször. Videófelvételek vannak róla, minden kim van, csak senki nem érti, hogy most ez mi. De azt hiszik, hogy a földön kívüliek avatkoznak be háborúban. Azok földiek. Csak ugye UFO nincs, az nem is lőhet ezáltal. Tehát ha nincs, akkor hogy lőne? Hát nem tud lőni. De ez az egésznek az alapjátéka. Ez egy játék. Egy hülye játék, amit a nagy tömeg elhisz, mert a tömeg mindent elhisz. Népszájára adott hazugság, ha sokszor elmondott, igazsággá válik. Már a Goebbels is tudta ezt, ugye? A mocsok Goebbels milyen jókat talált ki. Tehát, ugye, hogy milyeneket talált ki. És ez tényleg így van, csak propaganda kérdése az egész. És ha nyomod a propagandát, ezt nagyon jól tudják, akkor az embereknek egy igen jelentős százaléka, mint a hülye birka megy a propaganda után. Aztán rájönnek később, hogy pofárásnak, de akkor már késő. Rájönnek, hogy ez csapda volt. Hát akkor már késő, mert benne vannak válig a csapdában. Tehát a lényeg, hogy minden kelt ilyen hullámokat, gravitációs hullámokat nem, hanem időhullámokat. És az időhullámoknak egy bizonyos struktúrált rendszere az a téridő, és ezeknek a téridő jellegű hullámoknak a megjelenése kezdetben, egy üres téridőben, aztán a fénykvantumokban, aztán az anyagi részecskékben, meg a lelkekben megjelenik, és ezek is struktúrált hullámvilágot keltenek, tehát nem egy össze-vissza hullámvilág, már olyan bonyolult, hogy zajnak tűnik. Tehát ez az éteri zaj. Mondjuk biztos, hogy volt, hogy láttál ilyet, hogy ilyen hangyázott a televízió, hogy ha sistergett a rádió, amikor vége volt az adásnak, ezt mindegyik kötök biztos, hogy megtapasztalta. Az nem más, mint az éteri zaj. Azt mondják rá a fizikusok, hogy hőzaj, mert nem tudták megmagyarázni, ugye mit is mondtak volna. Igen, összefüggésben van a hőmérséklettel, igen, aminek van egy őrült nagy bukása, amit aztán nem nagyon mondogatnak el, az pedig az, hogy mi, az amikor leérünk a mínusz 273 Celsius fokra, az az abszolút nulla fok, annál hidegebb Celsiusban nincs. Az a leghidegebb hideg, tehát nincs 400 Celsius fok hideg
Nem létezik. 273 foknál nincs hidege. Na most ez az abszolút nullafok. Leérünk oda, azt mondták, hogy ott meg fognak állni az atomok, megfagynak, az elektronok nem keringenek, megfagynak. Például ezt mondták, mielőtt leértünk volna odáig a kutatásba, aztán leértek odáig, szartak rá az atomok, keringtek tovább az elektronok, és még mindig zajt kelt, méghozzá nem is keveset. Tehát a keringő elektronok még mindig működnek, sőt az atomok is működnek. Tehát hiába hűtöd le ilyen abszolút nullafokra, akkor is működnek tovább az atomok. Mert ha belegondolsz egy fekete lyuk belsejében, milyen meleg lehet? Ahol nagyon vastagon van már az anyag. Hát ott nem keringenek az elektronok. Ott keringenek az elektronok? Ahol csak neutroncsillag van? Csak neutronokból áll a belseje mondjuk. Ott keringenek az elektronok? Hogy keringenének? Hát nem tudnak keringeni. Hát az így egymásban vannak a neutronok, mint egy atommagban. Hát azok aztán nem nagyon fognak ott keringen az elektronok. Nem tudnak. Egyszerűen nem tudnak. Képtelen. Vagyis, vagy ez is egy meggondolatlan dolog a csillagászatban. Nincs véggondolva. Hát nincs. A fekete lyuk abban is. Csak a fekete lyuk az már olyan ordinárián nagy nyomást csinál a belsejében, de olyan elképesztő nagy nyomást, hogy az atomok megroskadnak. Tehát az atomok is úgy állandóan keletkezésben vannak. Nem az van, hogy kész, és akkor ott kering az elektron, jaj, de szép kis atom. Tehát nem egészen így van, hanem állandóan keletkeznek. Maga a nukleon, tehát az, mondjuk egy proton vagy egy elektron is állandóan keletkezik. Nem kész van, hanem mindig bentről kifelé keletkezik állandóan. Ilyen hullámvilág jön belőle, méghozzá egy ilyen atom belsejében, mondjuk egy proton belsejében, ez 10-24 Hz-en jön kifelé ez a hullámvilág. Ezt már lemérték, annak itt már 60-as években lemérték. Érdekes, a számításokkal tudták csak lemérni, mert 10-23 rezgésnél nagyobb oszcillációt nem tudtak kelteni még, és 10-24 kellett volna, de már a számításokból kiderült, hogy igen, annyival rezeg, tízszer annyival, de már most már azt a tízszerest már ki lehetett számolni. És most már ugye egyre jobbak az eszközök, egyre jobban meg tudjuk csinálni, egyre jobban meg tudjuk mérni, és egyre jobban nem érti senki, hogy működik a világ. Mert nagyon jók az eszközök, ez nem is lehet kétséges. És nagyon sokba kerültek. Tessék, parancsolj! Tehát, hogyha tegyük fel, hogy mondjuk engem beszipantod egy feketejük. Igen. Akkor első körben én valami ilyen szép, hosszú, sudán, munkapárcig ember kell lennem, majd összetöveleznék, aztán begyel a feketejük, aztán egy ilyen súródás hatás. Ilyen krém lenné rajta, atomi krém. Egy ilyen kisugárzás, amit fekete macska effektusnak hívnak, ha jól tudom, vagy csillagászok. Annak fantázia nevek, igen. Csinál ilyen fényt, és aztán azt is begyeli. Na most egy fekete lyuk, most többféle elméletet is hallani erről meg olvasni, hogy a fekete lyukat egy ilyen féreg kapu, tudod, hogy ha nem is mindegyiket, egy másikat ilyen féreg kapu köti össze egy másik, egy fehér lyukkal, ahol aztán lehet. Igen, én is nagyon gondolkoztam rajta 20 éves koromban, ugyanezen. Így összeáll, ha jönnék ki a másik oldalra. Nem jönnél ki semmilyen formával. Arra gondoljál, hogyha egyszer már téged én beraktalak a turbizgépbe, és egy nagy turbizgépbe, és kajakra meghajtottam a turbizgépet, mi marad belőled? Egy húspép. Egy atomi húspép. Nem marad belőled semmi. Kész. Na de ez még ennél is sokkal durvább, ugye? Mert egy fekete lyukban olyan mérhetetlen nagy nyomás nehezedik rá, hogy egy ilyen a cigarettapapír az egy nagyon vastag valami, amit teleszel annak a felületén. Igaz, hogy az utolsó másodpercet nagyon lassan fogod leesni, akár évszázad alatt. Tehát a lerakodik keményen vastagon, mint a guano, tehát az anyag lerakodik rajta, ott már nincs struktúra. Tehát a fekete lyukba egyszer te bementél, onnan nem lehet csak úgy kijönni. Nem jelenti azt, hogy nem lehet, csak úgy azt hozzátettem, hogy tessék észrevenni, hogy mindig definitív módon mondom. Mert maga az univerzum is egy fekete lyuk. Ez az univerzum, ahol most vagyunk, benne. Nem a galaxis, hanem az egész univerzum, amiben a galaxisok is 100 000 szám, millió szám keringenek. És ez a hatalmas nagy forgó örvény, nek van egy fala kívülről, egy külső fala, és az a nagy mozgató a csillagászoknál,
megvan, ezt megtalálták, csak nem tudják, hova, mi, onnan, mi a fene mozgat. Az, hogy ez egy fekete lyuk, de negatív, belülről, tehát egy konkáv fekete lyuk. Tehát belülről láttunk egy fekete lyukat, kívülről is lehet látni, de onnan egy szingularitás. És azt mondjuk megkérdezni, hogy és mi a különbség az álló és a forgó fekete lyukat között? Most én, amit nincsen álló. Csak forgó. Egy fekete lyukban már sok milliónyi, vagy milliárdnyi csillag is lehet bele zuhanva. Tehát annak az őrületes nagy tömege, hát annyi milliárd csillagnak a tömege, van egy kupacban. Azért fekete a fekete lyuk, mert olyan nagy a tömege, hogy már a fény sem tudja elhagyni. Na most olyan nincsen, hogy ennyi csillag belehullik, ezek mind forognak. Hogy ezeknek semmilyen spinje nem adódik össze, és akkor ezek megáll meg, vagy ilyen nem létezik. Tehát lassan, vagy gyorsan, vagy nagyon gyorsan, de biztos, hogy forog. A 100%, a fekete lyuk forog meg, és ezt is tapasztalják. Tehát ilyen rádiótávcsövekkel, meg egyebekkel lehet tapasztalni ilyen rotáló, forgó dolgokat, nagyon sokat, sokfélét. És hogy megközelítődik a fénysebességével a forognak a fekete lyukat? Nem, a fénysebességet az anyag soha nem éri el. Bár az anyagi részecskének a felszíne, az át is lépi a fénysebességet, az az érdekes. A 1,41-szeres fénysebességgel forog egy protonnak a felülete, a külső felülete. De nem maga az anyag forogott, hanem az interferencia jelenség, mert a protonban nincsen semmilyen anyag. De az anyag nem anyagból áll. Nincs ott anyag, ott csak időtükrök vannak, meg időforrások. Semmi más nincs. Mondjad! Hát ott eléggé zagyva nagy téridő van. Van nem térnem idő is. És ennek az alapján lehet kijönni belőle, meg belemenni, igen. Az univerzumból is ki lehet menni, és már volt, és van is olyan civilizáció, aki ezt meg tudja tenni, hogy kívülre kerül az univerzumon, és vissza is lehet jönni. Nem egyszerű, tehát azért mondtam, hogy ha megvan a hozzávaló nagyon bonyolult technika, mert még mű teremtőket is kell magának generálni, hogy egyáltalán ő meg tudjon maradni. Mert az ő térforrása sem létezik. A te térforrásod, ha csinálsz egy űrhajót, ami térugrásos űrhajót, akkor annak mindenképpen kell, hogy legyen egy térforrás generátora. Tehát ami valamiből előállít térforrásokat valamilyen technikával. Ezeket a térforrásokat lehet látni időnként a YouTube-on, vannak filmek, hogy fölvettek nem egy ilyet, hogy eldobálta ezeket a térforrásokat, aztán elment. Mert hogy megkérdeztem egyszer egy ilyen földön kívülitől, hogy mi a fenét dobálnak el, és azt mondta, hogy ezeket a térkvantumokat dobálja el azért, hogy a harmadik dimenzió megmaradását meggátolja. Tehát ő elhagyja a harmadik dimenziót is, megy a négybe mondjuk át, a négydimenziós világba, de ahhoz neki ezt a technikát kell alkalmazni, hogy azt a téridőforrást, amit ide gyártott, hogy itt tudjon megmaradni, azt eldobja és generál helyette egy másikat. És ha nem sikerül olyat generálni, azokat eldobálja. És akkor ilyen fénypamacsok jönnek lefelé függőlegesen, ledobálja a földre. Na most, hogyha egy olyan eltalál, az akkor pap leszel, mert hogy az egy gömbvillám. És az úgy rendet tud vágni, mondjuk egy ilyen gömbvillám. Én láttam ilyen felvételt, az egész fedészéket a házról így leemeltem elé. Pár tonna van egy ilyen fedészék cseréppel, leemelt az egész tetőt úgy, ahogy van, egybe leemelt és letette a fedelet, lerakta. Nagy tető volt, leraktam elé. Hát persze lehullottak róla, itt ott a cserepek, mit is mondjak, de lerakta. És ez az érdekes, vagy az egész fürdőszoba, vagy az egész szobafalat benyomta a fürdőszobába. Arra tette az egész falat. Úgyhogy aki ült a fürdőkádba, bullottak a téglák az ölébe, úgyhogy meglehetősen zűrös helyzet volt. Tessék, parancsolj! Miért leesik a térforrás? Ő szándékosan eldobálja, lefelé dobálja. Nem csak úgy eldobja, hogy ne kóboroljon, hanem kinéz maga alatt egy helyet, aminek nem árt, és akkor ledobálja. Ha ezzel bombázni is lehet, persze, mondanom sem kell, mert
ledob egy ilyen térforrást, egy ilyen várra, abból, hát abból komoly balhét csinál, mert úgy áthelyezi a várat az időbe kicsit, tudod, és hát azt nem igen tűri egy vár. Hogy elég, ha 10 centivel arrább rakja a várat, és már vége is van. Hát gondolj arra, hogy egy bazinagy 1000 tonnás űrhajót is arrább tud vinni a téridőbe, akkor az egy ilyen kő, vackot, ilyen csirkeolat, hogy arrább, mint egy vár, azt úgy rakja arrább, mint ahogy se lenne. Tehát ez egy őrült erők. Ez fantasztikus. És van benne becsület, nem mindegyikben van, hozzáteszem. Van, amelyik eldobálja. Van, amelyik egyszerűen eldobál, azt elmegy. Olyan is van. Na, aztán az szokott galibát csinálni. Volt olyan, hogy a paraszt fejte a tehenet, és akkor bejött az istállóba egy ilyen gömbvillám, átment a tehénen, átment a paraszton, aztán távozott a villanyórába. Nagy detonációval, de a tehénen is volt egy ekkoruluk, meg a paraszton is. Nem játék. A feleségemnek a bácsikája fogta a gyereket a kezébe, és az volt az érdekes, hogy a gyerek megmaradt, a bácsika nem, eldobta a gyereket, mert neki ment a villám, eldobta a gyereket, és ott is az volt, hogy a falon egy ilyen, hát ilyen széles rés keletkezett. Ilyen jobb folytonosság hiány lett a falon. Ilyen repedés végig az egész falon. Belecsapott a házba egy ilyen gömbvillám. A nagyanyám is látott kettőt. Az anyósom is látott kettőt, én még nem láttam. És így ment el előtte, tehát 3 méterre, 2 méterre ment el előtte, láttam. Voltak olyan gömbvillámos, hogy egy ilyen teniszlabdányi gömbvillám megállt egy nőnek a feje fölött, és egyszer csak egy plutty eltűnt, és körülbelül 2 vödör langyos víz jött ki belőle. Na de egy teniszlabdából. Érted, hogy volt miatt az érdekes, hogy sokkal nagyobb mennyiségű víz jött, mint ami ebbe beleférhetne. A Kanadában láttak olyat, hogy mit tudom én, ilyen autós, ilyen jeep-el ment valahol, ilyen vadász ment. Hát Kanadában, ahogy hatalmas erdőségek vannak, és ott ment a vadász egy ilyen terepjáróval. És akkor egyszer csak megemelkedett az egész terepjáró, és bent találta magát egy szigeten. Onnan nem tudott kimenni, mert ez egy sziget volt. Nem motorcsónak volt, hanem terepjáró. De hát ilyen 3 méteres vízben már nem tud terepjárni, úgyhogy az már nem arra való. Tehát nem ilyen kétértű volt, hanem csak egy rendes terepjáró. És egy földön kívüli meghívta őt az űrhajójába. És nem volt semmilyen űrhajó, hozzáteszem, mert indulásban semmilyen űrhajó nem. Az ottan hókusz-pókusz volt valamit, és akkor ott volt az űrhajó. És erre föl, lehet, hogy a párhuzamos univerzumban arra volt rakva, hogy ne lássa senki, de egyszer csak megmutatta neki, és ott volt. Tessék észrevenni, hogy a keleti mesék tele vannak ilyenekkel. Hogy reggelre ott volt egy hatalmas üvegpalota, meg tehát rengeteg ilyen mese van. Hogy a dzsinn odahozta. Mi az a dzsinn? Hát az egy téridőforrás, odahozta a palotát, igen. Ez a dzsinn. És akkor elszállította, elment, elrepült vele, meg rengeteg ilyen mese van. Persze, hát egy tevehajcsár az nem érti meg a tértechnológiát, annak hiába is mondtad el, nem érti meg. De mondták az ottani nevét, mondjuk az a neve ennek a térforrásnak, a dzsinn. Hát mi hozta ide? Mondta, hogy a dzsinn. Aha, értem, mondta a teinpásztor, vagy a tevepásztor, azt jó. És hát ettől kezdve dzsinn. De hogy az micsoda, nem a gini, bár attól is lehet nagyon érdekes ízében lenni, ugye, amit isznak a tonikkal, a gin tonikkal, a kanadai lányok nagyon itták a gini. Tehát a gin tonikkal azt nyomták befelé egyiket a másik után. Tehát a térforrásokkal nagyon nagy balhét lehet csinálni, de nagyon nagy jót is. Ugye? Mert hogyha egy ilyen űrhajó nem úgy megy, hogy iszonyatos mennyiségű kémiai szart eltűzel, ugye, mert ezek a rakéták úgy mennek, hogy iszonyatos 100 tonnányi kémiai szart eltűzel, őrült nagy környezetszennyezést is okoz. Ez nem okoz. Hát a maga módján ennek is vannak ilyen hátulütői, amit mondtam, hát vannak. Áldozatok nélkül nincs veszteség. De el lehet vele menni egy ilyen hatalmas nagy űrhajóval is, egy-egy ilyen térkvantummal, és hát ugye most a holdutazásra, a mostani technikákkal, hát attól függ, milyen pályán megyek, de 3 nap alatt értek oda ezek az Apollók. 3 nap alatt ért oda, és 3 nap alatt ért vissza a Földre, a Hold és a Föld távolság között. Ja, hát a Mars távolság már húzósabb, ugye, mert az már jóval messzebb van, és
Ugye ameddig a Hold átlagos távolsága csak 384 ezer kilométer, hát itt ilyen hát 50 millió kilométerre körül van szó, ha nagyon közel van, de nem arra indul el. Tehát az az érdekes, hogy nem úgy megy, hanem ilyen takarékpályán megy, hogy elindulok, azt majd ott találkozunk. Tehát nem a Mars fele indul el a Mars űrhajó, hogy na, megyek a Mars irányába, egy csodát, nem oda megy. Hanem elindul egy randi helyre. Ő tudja, hogy hová kell érnie neki időbe, és akkor elindul abba az irányba, és akkor a Mars is majd addigra odaér. Hát így találkozunk. Ugye a Hold űrhajók is így működnek. Tehát minden ilyen bolygót ugye, úgy lehet megközelíteni jól. És ezek a rakéták, ezek baj van, mert elfogy az üzemanyag, akkor neked véged van. De hogyha mondjuk térforrásokkal megy, és nem romlik el a téridőgenerátorod, akkor tulajdonképpen a idők végezetéig mehetsz ezzel az űrhajóval, mert ez nem fogy az semmit. Tehát nem kell hozzá üzemanyag. Semmi. Semmilyen üzemanyag nem kell hozzá. Parancsolj. És ez megengedett? Hát, hogy megengedett. Hát milliárd és milliárd űrhajót cirkulál össze-vissza, megengedett. Hát, autó megengedett. És az univerzumon kívülre lépés is megengedett? Megengedett, persze. Megengedett. Hát akkor semmit nem tilos. Semmit nem tilos. Hát hogy lenne? Miért lenne tilos? Az ész nem tilos. A hülyeség az kellemetlen. De az ész az nem tilos. Lehet menni ezekkel az űrhajókkal, hogy ez nem gyorsan megy. Egyáltalán felejtsd el azt, hogy gyorsan megy, nem megy gyorsan. Térbe tud menni gyorsan a térbe, ha akar, csak az egy hülyeség. Miért? Miért hülyeség a térbe menni? Mehet a térben is, mint egy rakéta, mehet a térben. Egy csomó akadály. Egy csomó probléma merül föl, ugye, csak egy ilyen kavicsal találkozol, hogyha jó gyorsan megy, az úgy megy át a puskalövés, bement az egyik oldal, kiment a másik oldalon, megy át rajta. Tehát iszonyú sok problémát okozhat. Mondjuk belemegy egy ilyen kisbolygó övezetbe, ilyen kavicsok közé egy kicsit, aztán megy egy meteor felhőbe bele talál menni. Nem kell, hogy nagy legyen, ilyen ekkora kis kavicsocskák legyenek, és már olyan tűzijáték van, hogy ajaj. Számít, hogyha szétává lőnék valamilyen fegyverrel, úgy kilukasztja magát, tehát ez nem jó. Mert hogy gyorsan megy. Azok állhatnak azok a kavicsok, ha neki mész nagy sebességgel, az ugyanolyan, mint hogyha ment volna, te meg álltál volna. Teljesen mindegy. Relatív, megvan a kettő között a sebesség. Különbség aztán annyi. Tehát ezek az űrhajók, és képzeld el, hogyha fénysebesség közelébe mennél egy űrhajóval. Most ez éld végig. Mi történik? Az van, hogy olyan radar, felderítő radarnak kell lenni, ami a környezetedet iszonyatos nagy tempóba földeríti, de nem másodperc alatt ám, hanem iszonyatos tempóba földeríti, és már egy ilyen kis körömnyi valamit, ha meglát, és annyit meg kell neki látni, de milyen messziről. A Hold ide egy másodpercre van fénysebessége. Tehát gondold be, hogy már Hold távolságból meg kell neki látni egy ekkora kis semmire való kavicsot. Hát ha nem látja meg, akkor lukas lesz. Ja, és még hogy meglátja, de ki is kell neki durrantani, lőni valahogy azt ott. Na most kilövött, szép gőzé változtattuk, és győztünk, egy rossz sebet győztél. Menjél neki fénysebességén egy ilyen gőzfelhőnek. Csak menjél neki. Mentetek már bárányfelhős repülővel? Amikor így zakatol a gép a bárányfelhőkön, nem mentetek még így repülővel? Hegyek fölött. Nem csak hegyek fölött, nem. De ahol ilyen kisebb felhők vannak, ilyen bárányfelhők, ilyen sok-sok felhő, nem egy nagy egybefüggő, hanem ilyen kis felhők. És akkor ahányszor belemegy a repülőgép szárnya abba a felhőbe, egy sűrűbb közegbe megy bele, mert ott van víz, mellette nincs víz, ugye? És akkor a kettő között sűrűség különbség van, belemegy, így csapkodja a repülőgép szárnya. Zakatol, szabályosan zakatol, amikor belemész. A pilóta szólni szokott általában, hogy most egy kis zakatolás lesz, ne tessék aggódni. Mert ugye, aki nem szokott repülni, az összecsinálja magát, hogy mi ez a hang. Elkezd zakatolni, legyen össze-vissza, hány felőnek neki megy, mindig zakatol egyet. Igen, hát ez így működik. Sokat repültem már, és tudom, hogy ez milyen.
Most ezek a repülőgépek azért mennek ám 750-950 körül, azért annyi kilométert megy egy óra alatt, 950 kilométert, az nagyon sok. Nem megy hangsebességgel, de már volt olyan csoda, hogy az Amerikából Európába tartó repülőgép az átlépte a hangsebességet, és nem lett semmi baja. Olyan hátszelet kapott, hogy átlépte a hangsebességet. De a közeghez képest nem ment hangsebességgel. Csak előbb ért ide Európába sokkal. Egy nagyon viharos hátszelet kapott, és 250-nel fújt a hátszél, vagy mit tudom, viharos hátszél volt. És előbb ért ide sokkal Európába. Nagyon meglepődtek, hogy most mi a fenével jöttél te, hogy hangsebességem fölött jöttél, hogy jöttél? Mert hogy előbb értek haza. És ilyen van. Tehát parancsolj, Ferike. Nemrég volt egy ilyen, olvastam, hogy egy gép, tehát egy normális rendszerjáratú gép jött le ugye szépen Hongkong, és az útja ugye Brisbane, vagy mit, tök mindegy melyik. De úgy félúton, hát Hongkong meg Brisbane az jó messze van. A egyenlítő környékén egyszerűen csak akkora turbulenciába került a gép, hogy éppen a kaját felszolgáló sztjuárdeszek így a plafonnak csapódtak, utána leestek, azonnal valaki jelentett, a főnök úr, ez nem jó, úgyhogy a gép fogta magát, és azonnal kell segítséget, és olyan leszállott Jakartába, kényszer leszállás kellett Jakartába mennie. Ilyen van, persze, mert olyan légzsákba is belekerül, vannak ilyen légörvények, hogy ott kicsit légüresebb a tér, mint a másik helyen. És akkor abban belemész, akkor az a repülő meg így mint a tégla. Elkezd így lefelé jönni, nincs felhajtó erő. Elkezd lejönni, mint a tégla. Igen. És akkor azért vannak odakészítve azok a kis zacskók, az a kétszemélyes jótványtál jó asszony modra. Az a kis zacskó, a nylon zacskóval vélet zacskó, amiben bele lehet tenni a vacsorát, amit kaptál. Tehát az azért van odarakva, ugye, hogy mert valakinek nem bírja a gyomra az ilyen hémbálozást. Tehát én vitorláztam is a Balatonon sokat, meg a hullámokat szerettem mindig, repülőzni is szerettem mindig, tehát én nekem nem, sportrepülővel is, meg minden nem, mert nem nagyon, akárhogy hullámzott, tengeren se volt semmilyen probléma, hullámzott, de már tengeri betegek lesznek. Nem tudja a technikáját, hogy kell technikázni, fixpontot kell nézni, nem a hullámokat, és akkor nem kapsz tengeri betegséget. Azért beülsz, ahogy nyugodtan konyakulsz az étteremben, nincs probléma. Csak mindig fix, ne nézd a izéket, ne nézd ezt az állandó imbolygást, mert abban a probléma. Hát persze, de ezek a kis zsengék, ugye képzeld el, ez ilyen zsenge fölülne egy ilyen űrállomásra, ami nincs is, mert csak a NASA csalja. Már ilyen hülyeségeket írnak össze. Na most meg lehet nézni, hogy mikor érkezik Budapest fölé, vagy valamilyen város fölé, teljesen mindegy, hol laksz. Ki lehet keresni, be lehet állítani rajta, hogy mikor fog velötted átmenni, és ott van neked a térképen, hogy mikor, hány óra, hány perckor, honnan fog jönni, milyen irányba megy, megnézheted távcsővel, látszanak rajta még a napelem táblák is, olyan nagy. Táborból megnéztük, hajnalban már ilyen álmos volt mindenki, de sikerült látnunk, és ilyen egész alacsonyan jött át, és ott láttuk, gyönyörű szépen ragyogott, csillogott, minden, gyönyörű szépen, még láttuk a napelem táblákat is, szabad szemmel. Hát az már olyan nagy, mint több, nagyobb, mint két font, vagy akkor, mint két font focipálya. Nagyon nagy. A sok napelem, tehát 16 nagy méretű napelem tábla van rajta, és azokat így forgatják a napirán, hogy rendesen adjon energiát. Igen, mert ez bemegy fele időben, mindig a Föld árnyékába megy ez az űrállomás. Ugye 90 perc alatt megkerüli a Földet, 45 percig a napsütésben van, 45 percig sötétségben. Megint napsütés, meg is sötét. Tehát 16-szor föl kell neki egy nap a nap, mert 16 napkeltét meg napnyugtát lát. Nagyon érdekes. Lehet látni rajta a napnyugtát, elpirosodik fönt, elpirosodik az űrállomás. Tehát egyre pirosasabb fény lesz, lilás pirosas fény lesz, aztán besötétedik. Nagyon jó pofa. Lehet rajta látni, hogy megy az árnyék, meg minden. Nagyon, nagyon jó. Érdemes nézegetni. De állandó helyszíni közvetítés van az űrállomáson, nézegetheted. Nagyon jó. Érdemes szórakozni vele. Én nagyon szerettem. Az éve is nagyon szerettem játszani a radar virtuellel, hogy hol, milyen gépek mennek, azt is nézegettük. Az nagyon, fiammal szórakoztunk, hogy ilyen, van egy ilyen radar virtuell nevezetű, vagy radar virtuell 24, mert több néven is van, és ott nézegettük, hogy
jöttek itt rengeteg gép, Óbudán itt jönnek befelé, a Ferihegy felé a repülők, és akkor nézegettünk, és távcsővel is néztük, és tényleg annak a légitársaságnak jött a repülője, stb. De már messziről láttuk, meg szórakoztunk a Veres Petivel, aki arra lakik az útvonalába, és akkor onnan már, amikor jött, akkor most van fölöttem, most már mindjárt jön nálatok, szóval nézegettük, szórakoztunk. És nagyon jó el voltunk vele, ilyenekkel. Van, aki csak azt lesz, hogy zúg ez a rohadt repülő, a rohadt repülő, és ezt így éli meg az életét. Van, aki így él, hogy egy hülye, állandóan ezt csinálja. Én meg leestem, hogy na, jaj, most már zúghat, és csak már hallom a hangját, és eszembe nem volt nekem idegeskedni miatt. Tehát így van az, hogy van, aki az örömmel tudja megélni a világot, és van, hogy semmit nem tud örömmel megélni. Altasz te annak akár soha. Van ilyen rettentő savanyú Jóska, akivel nem lehet mit kezdeni. Van ilyen. Mert ő állandóan szenvedni akar, hát jó van, hát semmi. Ha neked ez a jó. Na, van-e kérdésetek, valami izgalmas, parancsolj. Mi található az univerzumon kívül? Hát ott nincs már téridő se. Egyáltalán. De van a két teremtő, az van. A két teremtő, az vakfekete. Tehát ott olyan feketeség van, hogy a bányász béka a segge alatt reflektorfény van ahhoz képest. Szóval olyan, nincsenek csillagok, nincs semmi. Még az univerzum kívülről is egy fekete lyuk. Tehát nincs ott semmi fény. Egy kicsit messzebb elmész tőle, már nem látsz belőle egy égvilágon semmit, vakfeketeség van. És ebben a vakfeketeségben lebeg ez a fekete labda, ami az univerzum. És ebben vagyunk mi benne. És mi a vak feketeség? Mi a vak feketeség? Az a tovó és a bohú, vagy a két teremtő, a szvábhavat és szvábhavat. Tehát a sok neve, megvannak neki a nevei még az ókorból már, tudtak róla az ókorban. Tértechnológiáról tudtak. Tudod, hogy az mit jelent? Hogy ma a seggfejeknek a világtalálkozója van, vagy nem is tudom. Hát olyanokat tudtak, pontosan le van írva a működése, pontosan elmond mindent. Olvasd el, Upanishadok megjelent, el lehet olvasni. Tessék, mondjuk. És mik a multiverzum? Sok-sok univerzum? Tehát különféle... A multiverzum az azt jelenti, hogy sok univerzum, igen. Attól függ. A párhuzamos univerzumokat nem szabad összekeverni, a párhuzamos univerzum, az teljesen más, mint a multiverzum. Tehát az van, hogy az univerzumon kívül sok univerzum van, az anyában meg az atyában. Tehát nem egy darab ilyen univerzum van, mint a miénk és kész, hanem ebből is sok van, egy gyöngyfüzér. Tehát iszonyatosan sok van. Tehát bocsássak, hogyha mondjuk laikus nyelven megpróbálnám megmagyarázni a univerzumokat, mondjuk kivegyük a tengerpartra és nézzük a gyönyörűen a tenger hullámaiban, ott a tenger hullámai is más különféle méretűek, és az univerzumok is. Az univerzumok is mozognak, tehát akkor ez egy remek konyha nyelv hasonlat a univerzumhoz. Nem annyira, tehát ezt már ember nem igen érzi meg, vagy nem igen érti meg. Ha ott vagy, megérted. Ha ott vagy, látod azt a végtelen korom sötétet, amit nem látsz semmit, ugye? A végtelen korom sötétet, amikor ott vagy és látod, akkor az egy nagyon-nagyon furcsa érzés. Mert onnan nincs mindig visszaút. Nagyon ciki. Mert ha nem sikerül beugrani az univerzum belsejébe, akkor soha többet nem jössz haza. Palacsinta lesz alaszt annyi. Tehát ez egy nagyon kockázatos művelet. A lelked az lerakodik keményen vastagon, mert az egy anyagi részecske. Egy speciális anyagi részecske, de van anyagi, tehát megfoghatósága is van neki. De az nem azt jelenti, hogy a megfoghatósága van, hogy ez egy ilyen, most börtönben van, zárva meg, nem, az egy védő páncél rajta. És ezen úgy kivész ezen a vas tetőn, ami itt fölöttünk van, ez egy ilyen vas tető, vasból készült tető, ez a széthúzható tető, a színházteremnél is, de úgy mész ki azon keresztül, mint az ott se lenne. Tehát a lelkedi ilyen így átmegy rajta. Egy sokkal sűrűbb, mint a vastető. Tehát ez a vastető körülbelül olyan neki, mondjuk, mint a beleugranál a vízbe.
Tehát egy medencébe beugrolnál, aztán jó van. Hát, sűrűbb a víz, mint a levegő, érzed, hogy vízbeugrottál, de érzed, hogy átmentél a vastetőn, de nem történt semmi. Hát ha nem hülyén ugrottál, nem túl magasra és nem vasast, ugye? Mert az nem mindegy. Azért volt a toronyugrásnál itt a parlamenttel szemben, vagy mit tudom, négy buvár, de azért ott volt, hogy hasast talál ugrani a pali, akkor még a belejét összeszedjék gyorsan. Hát persze, hát ha olyan hasast ugrik, ilyen rosszat ugrik, akkor izé, vagy hátast is, tök mindegy. Nem sok bordája marad meg. Hát olyan, mint hogyha egy ilyen óriási kalapát csalába vágták volna. Aj, nagyon durva. De nagyon durva. Az nem játék. Ugrottál már hasas vízbe? Na, hát kölykök voltunk, miért? Elrontottad az ugrány, aj, úgy megcsipett a víz, hogy ajaj. Mint hogyha hasba vágtak volna egy ilyen homokzsákot raktak volna, hasadra is ráütöttek volna nagyot egy bottal. Olyan érzés volt. Nagyon megcsapott a víz, nem volt jó. Hát mert ugráltunk be a izéről, a újpesti összekötő vasúti hídről, itt ugráltunk befelé itt a üzénél, a Aquincumnál ugráltunk befelé a hídról, a Dunába. Hát persze. És az jó magas, azért megnézed, akkor jó magas. Ugráltunk befelé, mi nagyon élveztük. Hát anyám meglátta volna, kiverte volna a víz, az biztos. Hát az nem is tudott úszni ráadásul, úgyhogy meglátta volna, hogy én a Dunába ugrálok befelé a hídról, hát vége lett volna. Hát ilyenek vannak. Hát volt, hogy aztán nekiálltam, de nem tudtam annyira úszni, hogy épp hogy átértem a túlsó partra. Szóval ilyenek voltak az elején, pláne. Hogyne. Pedig még csak a hárosnál próbáltam átúszni, akkor az közel volt, a sziget. De még akkor is volt olyan, hogy anyám látta volna, hogy hogy már csak néhány tempót még már nem tudtam volna megcsinálni, mert épp hogy átértem, az utolsó erőmből azért átküzdöttem magam. Aztán és akkor a haverok tudták, hogy hol van olyan gázló, hogy haza tudok gyalogolni. Az nagyon jó volt, mert nem mertem volna visszamenni, de az egy lakatlan sziget néhány bokorral, úgyhogy attól nem nagyon lehetett volna cicózni. Tessék, Mancsa. Ezt egy kicsit lefordítom magamnak. Fordíts le. Ez kb. Olyasmi lehet, mint amivel a koalíciós hadsereget fogadták a németek. Ugye volt nekik ez az M44-es puskája. Egy ilyen kis film van a YouTube-on, hogy egy angol kipróbálta. Elő ilyen nagyon pici baromi lyukat üt, de hátul mégis szétrobban a test. Tehát akkor a nyomás, nem tudom pontosan, tehát megüti, de ott a buf, így robbanással megy. Így van. Így van, de ez egy speciális, tehát ott is az van, hogy megfelelő sebességgel érkezik, és megfelelő sebességgel pörög a skulva annak, nem mindegy, hogy hogyan az, meg úgy van meghúzagolva, meg tudom én, tehát olyan kis húzagolás van rajta, hogy amikor becsapódik, akkor ez így kinyílik, mint a tubarózsa, és tépi magával a fél hátadat. Szóval az aztán nem cicózik. Igen, de nem egy ólomdarab csak, hanem az van rajta az acélköpeny, és az acélköpenyt így, tehát dum-dum golyó, ugye ezt emlékszel rá, tudtad, csináltam, tudom, te nem csináltam? No? Semmit sem csináltam. 56-ban nekem volt alkalmam mindenfélét csinálni, kézgránátot dobálni, meg mit tudom, mindenre volt alkalmam, amit el tudsz képzelni, mert a futó utcában nőttem föl, és az a legrosszabb környék volt abban az időben, ott volt a legnagyobb csata. Hát ott tőlünk két utca sarokra, nem messzire, hanem két utca sarokra, olyan csata volt, meg három utca sarokra, hogy ott voltak a legjobban szétlőve romokba házok, minden. Persze, de jó volt, jó buli volt. Kölyökkel én élveztem kölyökkoromban, anyám szegély, ha tudta volna, hogy miket csináltam. Hát az ilyen festőművész volt, ilyen nagyon aranyos, jó lélek volt, jó ember volt, csak hát az olyan realitástól messzire volt nagyon, és hát ott volt realitás bőven, tudod, rengeteg hulla, minden, tudod, amikor te vágysz a háborúra, meg lövöldözésre, akkor csak egy kicsit nézzél ott körül a háború, egy háborús területen, hogy mi van ott. Hát azok a hullák, a bőze, a vér, a szar, a gyerekek, az nem olyan csábító, mint ahogy elsőre látszik, hősök leszünk, mint a hülye amerikaiok, látták ezeket a Rambó filmeket, és akkor kimentek a golyosztóról, így mentek ki, ahogy a plakáton látták, és akkor úgy szétlették őket, mint a szart. Hát persze, mert hogy hát mondták neki a kapitány, mondta, hogy feküdj, hurrá, érted, mert ő látta ezt a filmen, és ő hős akart lenni, az is lett. Hát persze ilyen hősnek nincsen haszna, ez egy hülye. Hát az a hős, aki túléli, nem az a hős, aki meghal. Tehát úgy harcolja, hogy él túl. Na, az az igazi hős, hogy nem az, hogy egyet lőnek rád, azt véged van.
Hát ez nem annyira hős. Hős persze a maga módján, annak nevezzük, de hát azért jobb, hogyha kicsit túlélsz, tudod, és akkor az ellenséget aprítod a helyet, hogy alulról szagolnád az ibolyát, vagy a rózsát. Milyen szép női nevet van. Tessék, parancsolj. A szellem is megsérül az univerzumon kívül? A szellem? Igen. Nem. A szellem nem sérül meg, mert a szellem az pattog a lelkedben, mint a kecskedrek a deszkán. Tehát az időforrások között pattog egy őrült bonyolult rendszerben. Ilyen lélekcellák vannak a lelkedben. Nagyon sok lélekcella van. 1,6×10^23-on. Ez nem az Avogadro féle szám, mert az 6×10^23-on. Itt az aranymetszéssel van ez kapcsolatban. És mert a léleknek van egy belső magja, az a tudat alattid, az isteni rész a lelkedben. Azon belül még van egy térforrás is. Hogy is mondhatjuk, az a léleknek az elektronja, vagy hogy nevezzük. Tehát ami mindig megmarad, hogyha nagyon nagy baj van, akkor is megmarad. És újra kelti maga körül a lelket, csak nem lesz benne semmi. Tehát egyszerűen elfelejti. Tessék észrevenni, hogy már attól is elfelejtesz dolgokat, hogy kapsz egy nagyon nagy mocskos nagy pofont, vagy mit tudom én, nekimész autóval a fának és lefejled a volánt, vagy mit tudom, és elfelejtesz mindent. Nevedet is. Amnézia. És kész, elfelejted. És akkor két út van erre, hogy azt visszahozd. Vagy újra tanulsz mindent, de tényleg mindent, tehát annyira mindent, hogy ne szarjál be. Érted? Annyira minden, mint egy gyerek. Úgy kell mindent újra tanulni. És akkor utána meg kell tanulni enni, meg kell tanulni, mindent meg kell tanulni. Szerencsére az alapvető létfunkciók azok a legjobban védettek, és ezért van esélye. Tehát lélegezni tudsz, meg a szíved működik, meg a beled működik, meg egy csomó, az idegrendszered többnyire működik, és ezért életben tudsz maradni, de semmire nem emlékszel, nevedre se, semmire nem emlékszel. Senkit nem ismersz meg, mert nincs benned információ. Most két lehetőség van, az, hogy újra tanulod, és a másik az, hogy föltöltöd az alsó rendszerből a felsőbe. De ezt csak nagyon profi szakember tudja megcsinálni, de az a profi szakember nem is annyira ember. Tehát az meg tudja csinálni, hogy föltölti. Ott van a másolat a Windowsodról, ami te vagy, ott van a másolat, ez a mentő másolat, ami képfájban ott van, és akkor szépen visszatölti, és ettől kezdve mindenre emlékszel megint. Na most ennek, azért mondtam, hogy csak a profi tudja megcsinálni, mert ha csak úgy vaktával töltögetsz onnan föl, akkor abból bajok vannak. Mert olyan személyiségzavaros idióta is lehetsz, hogy ajaj. Mert hogy nem csak ezt az életedet töltött föl mondjuk, hanem egy másikat is. És olyan össze-vissza. Hát olyan, mint amikor egy szőke elkezdi átrendezni a Windows-t. És akkor abból, érted, abból aztán lesznek galipák. Ez ugyanolyan. Mert elkezd letörölni, ez nem kell ide, ez se kell ide, ez se kell ide. Mint amikor a műtét közben azt mondja a sebész, hogy ez se kell. Doktor úr, nem szekció, operáció. Szóval nem boncolunk, operálunk. Tehát ez ugyanolyan, hogy hát nem szabad belenyúkálni azokba a dolgokba, és ezért vannak biztonsági mentések a gépeden, 2-3 is van rajta, foglalja helyet van, ha jól van beállítva, akkor van rajta időnként biztonsági mentés, és akkor abból te vissza tudod állítani, tehát arra az állapotra vissza tudod a gépedet állítani, arra a dátumra. De a dátumot is hozod vele, és aztán újra kell mindent húzni, ami addig utána tettére az nincs rajta. Mert ez egy tükörmásolat a gépedről. Ilyen, így működik. És ez volt a 98-asnál, a Windows 98-nál már volt Ghost. Emlékeztek rá? Az volt a Ghost, a szellem. Ugye le lehetett menteni egy képfájba az egészet, és ahogy vissza tudott tölteni az egészet, és kész. És ugyanolyan jó volt, mint előtte a gép. Hát előtte sem volt ugyanolyan jó, mert szar volt a 98-as, de hetente újra kell telepíteni, most néha 3 naponta, szóval nagyon, nagyon gyérő. És úgy lefagyott, úgy meghalt, úgy kipusztult, kész, vége volt. De volt, ez később ezzel a Ghost-tal nagyon
jó volt, mert negyed orlat vissza tudta telepíteni. Egyébként egy nap volt a munkában. De amikor a férj megy haza, karikás szemekkel, és ideges, megy haza hajnalban, és akkor mondja a Pali, hogy hol voltál, és akkor tudod, volt az a szőke titkárnő, ott a főnökömnek az a szőke titkárnő, és akkor főzte a kávét, és akkor így, és akkor utána beszélgettünk, és akkor ez, és akkor Géza, ne hazudj, te már megint Windows telepítettél. Szóval ez ugyanilyen. Na, tessék, parancsolja. Tehát a hipnózis is valamilyen szinten ezzel foglalkozik, ezzel a feltöltéssel? Ezzel, igen. Igen. A hipnózis is ezzel foglalkozik. A hipnózis se csinálhatja akárki, nem véletlenül nem. Tehát ha felelősség nélkül össze-vissza hülyeségeket csinál, abból nagy bajokat tud csinálni, aztán lelép róla, mert szarnak bajnak nincs gazdája, lelép róla, tudod? Tehát a hipnózis az nem veszélytelen. Egyáltalán nem veszélytelen. És nagyon kell figyelni, de ha valaki profi benne, akkor abból nagyon jót is lehet csinálni. Tehát hipnózissal meg lehet gyógyítani betegségeket. Olyan betegséget, amire azt mondják, hogy már ne vegyél tartós tejet. Még nem csak függőséget, nem. Rákot is. Tehát visszaviszad az időbe, és eltűnik a daganat. Tehát ilyen marhaságokat meg lehet csinálni. Vissza tudom vinni az időbe, és az a nagyon érdekes, hogy beszélgetni lehet, mondjuk földön kívüliek elvitték. És a földön kívüliekkel beszélgetett. Meg ugye azok ott szadiszták, mindenféle vizsgálták meg, mit tudom én. Hát ő, neki ilyen szadizás volt, mert nem tudta, hogy mit csinálnak vele, és rettenetes, mérhetetlenül be volt csinálva. Hát azért, na. És hát felvitték az űrhajójukra, meg mit tudom. És ez egy ilyen, ugye egész életében azt hallotta a fürtő, fától, bokortól, hogy ufok nincsenek. Kivéve ezt az esetet, ugye, amikor elvitték. Na, hogy nagyon be van gyulladva. És akkor nem tud aludni, mert állandóan leső, hogy mikor jönnek az ufok. Volt nekem vagy 5 ilyen esetem már. Ja, nem tudott aludni már, nem aludt, csak mint a nyúl, állandóan fölriadt 5 percenként, szóval nem tudott aludni szerencsétlen, és már mit tudom, elvitték augusztusban, és már december volt. Tudod, és már azért nagyon ki volt merülve, már a végkimerülés határán volt, mert aludt kínjába egy kicsiket, de nem tudott, félt, hogy jönnek érte. És az volt az érdekes, hogy visszavittem az időbe, és emlékezett mindenre, csak ő nem emlékezett semmire a feltudatába. Tehát az az érdekes, hogy az altudatodban ott van, de a feltudatodban megkérdeznek, hogy mit láttál, ki jött, kivel beszél, én senkivel. Én láttam egy ilyen állvány. Tudom én, zörgött. Ilyen mondd el. Az közben meg az a belépési rendszer volt, ahol beléptek a földön kívüliek az ő lakásába. És az volt az érdekes, hogy mit tudom én, egyszer csak előjött a virágállványból, a virágok közül, mintha onnan jönne elő. De ott nincs, ott fal van, meg a rács. Tehát ilyenek voltak. Tehát meg tud jelenni a szobát közepén. Olyan nincsen, hogy nem tud bejönni, mert te riasztót tettél, lakatot tettél, rácsot tettél mindenre. Ezt felejtsd el. Felejtsd el. Úgy bejön a szobát közepén, hogy annak rendje. Mert ő 4D-ből jön be, nem 3D-be jön be. A rácsod az 3D-ben van, de ő a 4D-ből jön be, ott meg ez nyitott. Simán bejön a semmiből, megjelenik itt, besétál a szobát közepére, és akkor csinál valamit, aztán ugyanúgy kisétál. És nincs nyoma, mindenhol be volt riasztva, mindenhol össze. De azért felvételen rajta lesz, a kamera felvételen rajta lesz. Hogyha van ilyen biztonsági kamerát, egy csomó ilyen felvételen bebuktak a földön kívüliek, mert igaz, hogy nagyon jól meghipnotizálták, igaz, hogy elfelejtették vele, hogy ott voltak, nem is emlékezett rá. Ilyet találtam benne, milyen érdekes hipnózis volt. Azt hipnotizálták neki, hogy tudtam, hogy itt voltak, de nem emlékszem. Érdekes hipnózis. Ezt mondták neki, ez volt a hipnózis, amivel törölték. Hogy tudom, hogy itt jártak, de nem emlékszem rá. És nem emlékezett rá. És akkor utána, ha mögé viszed ennek a falnak, akkor ott megvan minden. És az a nagyon érdekes, hogy a földön kívülivel meg tudod szólítani a földön kívülit ezen a delikvensen keresztül. Igen, de te decemberben vagy, és azóta augusztusban fekszik a földön kívülieknek az ágyán, és mégis
Azt mondom neki, hogy kérdezz meg tőle, hogy honnan jöttek, és megválaszolják. A múltból. Tehát meg, hogy hajlandó a jövőből beszélek hozzád, akarsz-e velem beszélgetni? Azt mondja, persze, és megválaszolja. És olyan, tehát a delikvens nem tud róla semmit, hogy ez micsoda, hogy csak telefon. De a földön kívülivel tudsz beszélgetni. Én már Andit is beszéltem meg, eljöttek, lefilmeztük a tévével, stb. Megbeszéltem. Soha büdös életben nem merték bemutatni, olyan pánik volt. Mert azt hitték, hogy én csak egy ilyen nagy kamuzó vagyok. Hát amikor ott volt a bazi nagy űrhajó, akkor már nem volt kamu. Tudod, akkor már ijedelem volt. Nagy fokú ijedelem. Igen, hát innen fogjuk folytatni szünet után, jó? És akkor hogyha valami kérdésetek van, most raktározzátok el, és akkor szívesen folytatunk. Jó?